megismerik a űrtudomány alapjait és az űrkutatás történetét, különös tekintettel a magyar űrkutatás történetére, mert ugye hát végülis Magyarországon magyar űrkutatókat fogunk képezni. Emellett természetesen tanulnak még űrtechnológiát az első fél évben, űrgazdaságot, illetve űrélettant is. Asztrofizika, tehát hogyan keletkezett a világűr, hogyan keletkezett a galaxisok, aztán a naprendszerre, különös tekintettel a napra, tehát a napnak a működése, a napnak a keletkezése, a bolygók keletkezése, a bolygók működése, és természetesen el fogunk érni a Földig, mint a számunkra a legfontosabb bolygó. Amit aztán folytatunk az űrfizikával, ugye az űrfizika bármennyire is úgy tűnik a nevéből, az nem az egész világ űrfizikájáról, hanem elsősorban a naprendszer, illetve a földkörüli térség fizikájáról szól. Itt a legfontosabb kérdés, amit megismerünk, a földkörüli plazma környezetnek a dinamikája, az úgynevezett űridőjárás, mert ez van leginkább hatással a földi technológiákra, életünkre. Aztán ugye a következő alapozó tárgy, amit megismernek a hallgatók, tehát a következő tárgy az az űrkémia, hogy hogyan alakulnak ki az elemek a csillagokban, a galaxisokban, és természetesen a világűrbeli kísérletekben is, tehát műholdas kísérletekben, űrkémiai laborokban mit lehet csinálni. Elsősorban kutatói feladatokat tudnak majd ellátni, tehát olyan kutatásokban tudnak részt venni, ami a föld körüli térség, vagy a bolygók működésével, vagy akár a napnak a működésével kapcsolat is, illetve mindazoknak a kihívásoknak az értelmezése, ami előttünk van. Tehát például, hogy a többi bolygó miért más, mint a Föld, majd a földszerű bolygó, a Vénusz, vagy a Mars, miért más, mint a Föld, kerülhet-e a Föld olyan állapotban, mint a Vénusz, vagy mint a Mars, szeretnénk, ha nem, de tudni kell, hogy miért mások, és nekünk mit kell csinálni, vagy mi a teendőnk, hogy megőrizzük a Földet olyannak. Ugye ehhez kapcsolódik még, amit az előbb nem mondtam, hogy tanulnak távérzékelést, tehát a Földnek a megfigyeléséről is sok információt fognak kapni. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egyetem, amelyik ezt az Unispace konzorciumot összefogja és vezeti, és az egész képzésnek a házigazdája. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amit én képviselek, az elsősorban a természettudományok szempontjából közelíti meg a körülöttünk lévő teret, amit világűrnek vagy földkörüli térségnek nevezünk, és mi ott lezajló fizikai, illetve kémiai folyamatokra, illetve a földfelszíni változásokra koncentrálunk. Tehát kölcsönösen kiegészítjük egymást.